Közép-európai országok közül először rendeztek Ironman versenyt Budapesten, ráadásul a nők közül Csomor Erika és Halász Anna második és harmadik lett a triatlon kupán. 57 országból érkeztek versenyzők, az indulók 4/5 külföldi volt, köztük a 3 bahreini herceg, akik testőreikkel úsztak, futottak és bicikliztek. 1500-an indultak az első budapesti Ironman versenyen. Akkora a népszerűsége, hogy még azok is megpróbálták, akik soha nem indultak ilyen hosszú triatlonon. Reménykedem, hogy jó lesz, és nagyon jó, hogy Budapesten van, tehát hogy itt versenyezhetik először, amit nagyon örülök. Ironman versenyt eddig még soha nem rendeztek Közép- és Kelet-Európában. Valamikor 1978-ban Hawaiiból elindult valami, ami azóta meghódította a világot. Ellenben Közép-Kelet-Európában Budapest az első város, amelyik ezt a versenyt megrendezheti. A versenyzőket kategóriánként indították, a rajtban a főpolgármester segített. 3, 2, 1, go! Ez a budapesti verseny a kupasorozat hivatalos féltávú versenye. Az itt indulók pontokat gyűjthetnek ahhoz, hogy elinduljanak az Ironman világbajnokságon. Az ötlet több mint egy évvel ezelőtt született meg arról, hogy a versenyt itt rendezzük meg Budapesten. A szervezést pedig a tavalyi év végén kezdtük el, és azt kell mondanom, hogy a helyi szervezők, az itteni csapat fantasztikus munkát végzett, mondta a verseny európai igazgatója. A triatlonon elindult a 3 bahreini herceg is, akik uralkodóhoz méltón teljes testőrséggel vágtak neki a rajtnak. A versenyzőknek 1,9 kilométert kellett úszni, 90 kilométert biciklizni és egy fél maratont, vagyis 21 kilométert futni. A pályát úgy alakították ki, hogy a legfontosabb nevezetességeket érintsék a versenyzők. A nők közül két magyar, Csomor Erika és Halász Anna a második, illetve a harmadik legjobb időt érte el. A férfiak közül brit, portugál és olasz versenyző teljesítette a leggyorsabban az összesen 113 kilométert.